Csütörtök reggel, szép napot kívánok mindannyiuknak, és jó reggelt. A legkorábban kelő vendégünk Bárdos Judit, ez a reggelen kezét csokorom. A BRDS főtitkár, ez a rendvédelmi dolgozók szakszervezete. Hát önöknek most, amennyire itt a híreket lehet olvasni, egyértelműen és egyöntetűen örülni kell, hiszen emelést kapnak a dolgozók, 10.000 forintot. Ó, hát ez egy nagyon nagy összeg. Az elmúlt évben az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsülésen a kormányzati oldal már bejelentette, hogy a rendvédelem területén azok a kollégák, akik két éve illetménykiegészítésként pótlékot kapnak 14.000 forintot, 2014-ben egy durván 6-10.000 forintos emelésben részesülnek, amelyetnek az elosztása teljesítmény értékeléshez kötötték. Amikor a parlament elfogadta a 2014 évi költségvetési törvényt, akkor ez a különsoros történet eltűnt, és úgy gondoltuk, hogy ezt beépítették a belügy költségvetésébe, amiben nekünk is lett igazunk, és majd valamikor elővarázsolják a kalapból. Hát az elővarázsolás az most megtörtént. Az mit jelent, hogy 29.000 tiszt helyettes kap március 1-től, avig 10.000 forintos bérkiegészítés, ugye ezt mondta Orbán Igen. Viktor. Mi van a többiekkel? Hát a rendvédelem területén 29.000, most a belügyi ágazatról beszélek teljesen természetesen, 29.000 tiszthelyettes és zászlós működik, akik a végrehajtó szolgálatot látják el. Egyébként 70 és 80.000 fő közé tehető a belügyi ágazatban működő dolgozó összes kolléga, a tisztek, a közalkalmazott, a kormányzati tisztviselők, munkavállalók és egy pár ezer közmunkás is dolgozik itt. Ők egy fillért nem kapnak. Azt mondta Orbán Viktor, hogy annyi pénzből, amit a rendvédelmi dolgozók keresnek, nem lehet eltartani egy családot. Hát ez teljesen természetes, ebben tökéletesen tisztában van mindenki. Mennyit keresnek? A végrehajtó szolgálat bruttó 130.000 forint körül keres, ugyanennyit keresnek a közalkalmazottak, a középfokú kormányzati tisztviselők és a most végzett tisztek is. Azt is mondta Orbán Viktor, hogy életpálya modell kell a belügyi dolgozóknak is. Hát ezt elég régóta halljuk. 2010-ben, amikor kormányváltás volt, akkor a miniszter és a közigazgatási államtitkár megígérte, hogy életpálya modellt csinálnak a hivatásos állomány részére, nem általában a belügyi dolgozók részére, és akkor első lépésként megígértek egy 30%-os illetményemelkedést. Hát ezt azóta várjuk. Ez most akkor úgy van, hogy minden kampányban, minden kampányidőszakban a belügyi dolgozók számára van egy szép ígéret, és aztán valami csorog az utolsó időszakban, de igazán sosem tartják be? Ha egy pillanatra vissza lehet tekinteni a történelem során, a jelenlegi miniszter 98 és 2002 között is miniszter volt. Akkor megszűntek a szolgálati lakások, kivéve a körzeti megbízottakat, bezárták az összes belügyi óvodát és bölcsődét, és megszüntették a belügyi könyvtárat. Majd 2006-ban megszűnt a belügyi kórház, és felszámolták a belügyminisztériumot, és a belügyi ágazathoz tartozó rendvédelmi szerveket szétszették. Ígéretek egy szál sem hangzott el, hogy mennyi a pénz. 2010-ben történt az első ígéret, és ez ígéret is maradt 2014-ig. De hát most ezzel voltak éppen egy olyan kronológiát rakott össze nekünk, amiből az derül ki, hogy majdhogy nem mindegy, hogy melyik kormány és ki a belügyminiszter, végeredményben ezt az ágazatot mindig vágja valaki. Igen, de ez most még rosszabb lett, mert ráadásul még a szolgálati nyugdíjat is megszüntették az rendvédelmi ágazatban, és akik szolgálati nyugdíjat kaptak és korhatár alattiak, azok most porul jártak mínusz 16%-kal, és megszűnt a nyugdíjas létük. Az, hogy azt mondják, hogy hiába ígért Pintér belügyminiszter 2010-ben 30%-os keresetnövekedést, az egyúttal azt is jelenti, hogy hát önök sem nagyon tudták hallatni szakszervezetként a hangjukat. Hát az a baj, hogy hallattuk 2010 és 2012 hát az között. Nem baj. Elég sokat volt a rendvédelem az utcán, ennek megvan a történelmi kára, mert Magyarországon egyedül a rendvédelem területén szüntették meg a fizetésből való tagdíjlevonást, és ez olyan 50-60%-os létszámcsökkentést eredményezett a rendvédelem területén, a szakszereti tagságban. Ráadásul azért hozzá kell tenni, hogy a rendvédelem területén a rendszeres nyugdíjazásokkal kicserélődött a végrehajtói szolgálat, a zöme 30 év alatti 26-27 év körüli fiatalság. És ők nem lépnek be a szakszervezetbe? Nem, nekik nem érdekük, nincs, nem látják még, hogy miért, nekik még nagyobb a tűrőképességük.
Hát de közben azt is mondják, hogy óriási a fluktuáció, leginkább a rendőrségnél. Nagyon sokan léptek be, ugye ezt tegnap eredményként is értékelte a belügyminiszter, hogy vagy 4000-rel több rendőr van, és nagyon sokan mennek el, ezt meg nem mondta el. Hát óriási fluktuációról azért óriási számban nem lehet beszélni, ezres nagyságrendben mindig van évente, ezt próbálják meg pótolni az újonnan felvett és iskolába küldött kollégákkal, de igazából plusz létszám nincs, mert ha lenne, és nem csak, akkor adott esetben nem biztos, hogy közmunkásokat is kellene a belügyi ágazatban foglalkoztatni, és nem a vízügy területén például. Azt írja az újság, ahogy azt hajdalában mondták, hogy önöket most összehívták érintett vezetőket, szakszervezeti vezetőket, ágazati vezetőket egy nagy egyeztetésre. Miről fognak önökkel egyeztetni? Hát rendkívüli szakértői konzultációt kezdeményeznek holnapra, amikor is ennek a 10.000 forintnak az elosztási sorsáról, jogi megalapozásáról fogunk dönteni. Ön dönt arról adott esetben, hogy mi legyen a jogcím, hogy ezt megkapják az emberek? Mi hát úgy gondoltuk, gondolom, hogy a belügyminiszternek kellene. Igen, de hát mondjuk a jogi megalapozásban azért érdekes módon most bevonják az érdekképviseleteket. Mi úgy gondoltuk, hogy 10.000 forint az akkora olyan nagy összeg, hogy ezt mindenki megkaphatná. Lehet, hogy megint visszáll az a rend, hogy teljesítményértékeléshez kötik a 10.000 forintnak az elosztása. De nem azt jelent, bocsánat, nem azt jelentette be tegnap a Orbán Viktor és Pintér Sándor, hogy ezt a tiszthelyettesek kapják? Igen, de... Azt nem mondta, hogy néhány tiszthelyettes, meg néhány nem. Mi is megdöbbentünk ezen a hirtelen való behíváson, egész őszinte vagyok, de a költségvetési törvénytervezetben teljesítményértékeléshez volt kötve ez. Na, annak utána, ki is került, nem? Hát lehet, hogy a pénzösszeg és a mondat kikerült, és a tudatban még mindig egyesek fejében ez megmaradt. Szóval akkor most arra gondol, hogy azért kell egyeztetni, hogy azt találják ki így közösen, hogy ki az, aki kap, és ki az, aki nem? Hát igen. Hát akkor bűnbakot keresnek önökben. Hát önökre lehet majd mutatni, hogy hát nem mi mondtuk, a szakszervezet például. Hát mondjuk a BRDS-nek az a véleménye, hogy egységesen mindenkinek, aki eddig a 14.000 forintot kapta, meg kell kapni a 10.000 forintot pont. Mindenki. Mindenkinek. Aki érintett. Így van, aki érintett. Semmiféle teljesítményértékeléshez ez nem lehet kötni. Az egy szubjektív elem és parancsnok függő. Ugye önök azt kérik számon, hogyha az életpálya modell vonatkozó utalásokat betartja ez a kormányzat, akkor kb. 30-40.000 forintot kellene kapniuk a rendvédelmi dolgozóknak, ehelyett kapnak 10.000-et a tiszthelyettesek. Igen. Nagy a különbség. Óriási a különbség, de mindenki csak szolgálati viszonyban állókról beszél, és ez a problémánk. Azért nagyon sok kolléga dolgozik nem szolgálati viszonyon kívül, és nem hivatásos szolgálati viszonyban. Más jogviszony, foglalkoztatási jogviszony alá tartoznak. Őróluk soha nem szól ez a történet. Ők 2008 óta ők sem kaptak egy fillérkereset növekedéssel. Ők ugyanolyan rosszul élnek, mint mindenki más. Mi most megemlékeztünk az ő nehéz sorsukról, de ez nem oldja meg a problémát. Talán, hogyha van egy ilyen egyeztetés, végre le tudnak ülni egy asztalhoz, akkor felhívhatják rá a figyelmet. Hát nem hiszem, hogy a belügyminiszter nem tudná, csak az a különbség, hogy míg a miniszter 2000-ben hajlandó volt leülni 400 munkavállalóval szembe ebbe a minisztériumi színházterembe a negatív plakátok alá, és elmondani azt, hogy mit nem tud megtenni, és ezáltal legalább őszintén beszélt, ma ezt nem teszi meg a munkavállaló irányába. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott.